Sziasztok, Kovács István vagyok, a Panél műsor vezetője, és a mai adásban nem más, mint az egyik kedvencemet, a somlói galuskát fogom nektek elkészíteni. Úgyhogy nincs más dolgotok, mint hogy tartsatok velem, és megtanuljátok ezt a nagyon gyors, nagyon egyszerű somlói galuskát. De hogy is vágjunk bele ebbe a galuskába, már is mutatom. Nem kell hozzá más, mint pár darab edény, egy robotgép, tojás, liszt, cukor, kakaó, pudingpor, tej, egy kis habtejszín, egy pici rum és egy kis lekvár. De hogy mivel is kezdjünk? A legfontosabb az, hogy válasszuk szét a tojásokat. Tojásfehérjét külön, tojássárgáját külön. Mivel otthoni adagot fogok készíteni, így maximum egy olyan 8 darab tojást fogok felhasználni. Nézzük is a tojásokat. Akkor válasszuk szét gyorsan a tojásokat. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy fogunk egy edényt, megtörjük rajta, és egy külön edény felett próbáljuk meg mindig szétszedni, így le tudjuk ellenőrizni, hogy a tojás hogy biztos, hogy jó-e. Külön vesszük a sárgáját és a fehérjét. Ezt megismételjük 8-szor. Sikerült szétválasztani a tojásokat, és nem jön most más, mint hogy fölvegyem a kötényt. Ugyanis most jön az, hogy föl fogom verni a tojásokat. Mivel külön van a tojásfehérje és külön van a tojássárgája, a tojássárgájával fogom kezdeni. Nyugodtan az otthon készítőknek a tojásfehérjét addig be lehet tenni a hűtőbe, hogy egy picit visszajöjjünk a szobahőmérsékletről egy olyan 10 fok körülire, és akkor biztos, hogy nagyon kemény habot fogunk tudni belőle verni, de most menjünk a tojássárgájához. Úgyis meg volt 8 darab sárgája, most teszünk hozzá 8 kanál cukrot. Ami nagyon fontos, biztos, hogy mindenkinek fel fog tűnni, hogy én miért csak 4-et fogok hozzátenni. Ugyanis azért, mert én nem szokványos kanalat fogok használni, hanem egy fokkal nagyobbat, ezt egy szerviz kanálnak hívják. Nagyon fontos, hogy addig verjük a tojás sárgát és a cukrot, amíg egy fehér, habos állagot, egy ilyen krémes állagot nem kapunk. Ezt úgy tudjuk a legjobban leellenőrizni, hogy nyugodtan otthon vagyunk, belenyúlhatunk, és mint a gyermekként megkóstoljuk, és amikor már nem érezzük a cukrot, amikor már homogén, na akkor jön a tojás sárgája. Tehát most ez megvan. Most fogjuk felverni a tojás fehérjét. És amikor az is megvan, akkor majd a kettőt összedolgozik, ez lesz a piskótánk alapja. Úgyhogy most a legfontosabb az, hogy elmossuk a habverőszárakat, mert hogy tojássárgással rakjuk bele a habba, vagy a tojásfehérjébe, akkor nem lesz habunk. Ami fontos még a tojásfehérjénknél, valaki sót, valaki cukrot szokott beletenni. Én egy pici cukrot teszek bele, ettől keményebb lesz a hab. Nyilván, hogyha otthon betettük a hűtőbe, amit említettem, akkor nem fontos beletennünk a cukrot, viszont én kihagytam szobahőmérsékleten, ezáltal a cukor segít benne, hogy egy picit gyorsabban, vagy javít az állagán, hamarabb keményebb legyen. Igazándiból ezt is kipróbálhatjátok otthon. Szóval, de ebből már nem kell sok, tényleg csak egy csipet cukor kell a fehérjébe, és már ezt is verhetjük fel habbá. Aztán lassan kész is a piskótáknak az alapja. Elkészült a fehérjehab is, itt is gyorsan leütögetjük a aranyat érő dolgainkat, úgyhogy kész van a hab. Na de mielőtt összekevernénk a tojássárgáját és a tojásfehérjét, egy nagyon fontos mozzanat el kell, hogy végezzünk. Ugyanis ki kell vajaznunk az edényeket. Hogy miért két edény van nálam? Egyébe kerül majd a csokis piskótánk, a másikba pedig a sima piskótánk. Ha az igazi és az ős magyar somlóit csinálnánk, akkor kellene egy diós piskóta is, de nyilván most otthon készítjük ezeket el, úgyhogy ezt most kiadhatjuk, bár a diót nem fogjuk kihagyni, csak maga a diós piskótát. Szóval gyorsan kivajazzuk őket, itt nem kell megijedni, nyugodtan lehet használni a mancsunkat, kezünket. Nyilván nagy üzemben otthon nem fogunk gumikesztyűt húzni, és saját magunknak főzünk, úgyhogy ezt nézzétek el nekem, és gondolom ti is ugyanígy szoktatok otthon dolgozni. Szóval gyorsan kivajazzuk. Megvan a vajazás, és még egy nagyon fontos mozzanat kell. Egy nagyon-nagyon pici lisztet fogunk még ide az edényekbe tenni, ugye, és ez is kell ahhoz, hogy ne tapadjon a
tésztánk, ezt egy ilyen gyors mozgattal elegyengetjük benne. Ezt megismételjük még egyszer, mindenhova jusson a liszt. Ígyni, széleire. Tehát megvan a két edényünk, ezt most félretesszük. És jön a két keverésünk. Ezt fogunk használni egy nagyobb-nagyobb edényt. Elsősorban a tojás sárgát fogjuk belehelyezni az edényünkbe. Minden cseppjét, mert aranyat ér. Így mi. És most jöhet a tojás fehérje habunk. Ez is akkor jó az állagunk, hogyha így nem esik ki belőle. Ez nagyon fontos. Egy gyors mozdulattal hozzátesszük. Na de biztos felmerült a kérdés mindenkibe. Hát liszt nem kerül bele? De. Viszont lisztet mindig a legvégén teszek hozzá. Liszt egyenesen arányos a cukor mennyiségével. Amennyi cukrot teszünk hozzá, ugyanannyi lisztet teszünk hozzá. És csak már ugye a felvétel kedvéért nem fogok belemászni kézzel, de ha tehetném, akkor kézzel keverném. Szépen óvatosan összeforgatjuk a tojásfehérje habot a sárgájával. Összekevertük, most jön az edényünk, viszont a masszánknak csak a felét fogjuk belerakni. Ezt kicsit elegyengetjük. Megvan a sima piskótánk, és most jön a kakaó. Szintén úgy, mint a lisztet, egy kanál kakaót teszünk hozzá, semmi többet. És ezt is szépen összedolgozzuk a masszánkkal, és ez belekerül a másik edényünkbe. De nem kell nagyon összetörni, tényleg óvatosan, hisz sülés közben úgyis bele fog olvadni, és megkapjuk a csokis állagot. El is vittük gyorsan a piskótáinkat, és beraktuk őket a sütőbe. Körülbelül 170 fok, 10 perc hőlégkeverés, nyilván fontos az, kinek milyen sütője van otthon. Tehát nekem most egy durván 10-12 perc, mivel a piskóta megsül, viszont addig se tétlenkedjünk, ugyanis megcsináljuk gyorsan a pudingot, de nem akárhogyan. Gyorsan fogunk egy edényt, ezt föltesszük az indukciósunkra, de nagyon fontos, hogy még nem kapcsoljuk be. Fogunk egy keverőtálat, ebbe teszünk egy nagyon-nagyon-nagyon kevéske kis tejet, beszéljünk egy deciről. Ezt most gyorsan kimérjük. Megvan az egy deci tejünk, és durván egy fél liter tejet beleöntünk az edényünkbe. Hogy miért nem teszünk többet? Azért, mert ki fogjuk pótolni ezt az egészet egy kis habbal, így lesz sokkal levegősebb és krémesebb az állagunk. Ez az én somlóim meg a titka. Ezt bekapcsoljuk, hogy ilyen óvatosan kezdjen el melegíteni, és amíg a tejünk melegszik, addig kikeverjük a pudingunknak az alapját. Ez pedig nem más, mint az a kis tej, amit félreraktunk. Abba teszünk durván egy evőkanál pudingport, ez ugye főzős pudingport. Ezt simára fogjuk keverni. Na de még jön az én kis csalapintaságom, ezt mindenki saját magának, akár egy karamelszirup, mogyoró, dió, bármi. Én egy ilyen mogyoró szirupot fogok még hozzáadni, ettől egy kicsit jobb és érdekesebb íze lesz ennek a somlóinak. És ezt csomómentesre fogom most keverni. Csomómentes lett ez a kis masszánk, ez a tej és a pudingpor és maga a mogyoró olajunk, vagy mogyoró szirupunk. És még teszünk durván 1-1,5 kanál cukrot a tejünk, hogy tényleg jó mézédes legyen ez a puding. Nyilván nekem ugye azért egy, mert felezünk mindent, ahogy már említettem. Amíg melegszik a tej, addig megvan ez a kis puding állagunk, hogy addig se húzzuk az időt, és ne teregessünk, és ne mosogassunk, fogunk egy ilyen örlőt, nyilván lehet venni tördiót, diópótlót, mindenki, amit szeretne. Én diót hoztam magammal most, és ezt beleteszem, és én összetöröm magamnak, úgyis ezzel is fogom majd megszórni a piskótánkat, ami elkészült. Felforrt a tejünk, gyorsan beleengedjük ezt a teljes pudingos, mogyorós
keveréket, és elkezdjük keverni, de nagyon-nagyon gyorsan, nehogy leégjen. Szóval el is készült a pudingunk, amely szépen fölfort, és ki van keverve. Ami nagyon fontos, hogy ezt most egy picit félretesszük, hagyjuk hűlni, még azért egy picit dolgozok rajta. Ez most félre került, és most nincs más dolgunk, hogy egy nagyon pici kis habot is verjünk föl. Szintén géppel fölverjük, és majd ezt a kettőt összekeverjük, mikor elkészült a piskótánk, és úgy fogjuk rárétegezni. Ettől lesz igazán puha, igazán friss ez a krém. Fogunk a tejszínünket. Én erre esküszök, ez a legjobb. Ebbe beleöntök egy keveset. Fontos, hogy ez már ne tegyünk cukrot, mert elég édes lesz maga a pudingunk. Ezt gyorsan ugyanis fölverjük, aztán össze fogjuk keverni. Kész a habunk, ezt is félretesszük, ma mindent félreteszünk, ugyanis van még egy harmadik lépés, egy úgynevezett, egy ilyen lekváros, egy ilyen felfőzés, ami megadja majd a rúmos ízt, a lekvárt. Ahhoz is nem kell más, mint egy gyors forraló. Ebbe beleöntünk egy nagyon kevéske kis vizet. Tényleg nem kell sok, egy ilyen 2-3 deci. Ebbe a 2-3 decibe beletesszük a lekvárt, barac lekvárt. Nem kell sajnálni, mert ez fogja meg az igazi jó ízt neki. És amikor ez belekerült, akkor hozzáadjuk a sütőrumot, rumaromát, ki hogy hívja. Ebből se kell sok, tényleg egy kis csepp. Ezt föltesszük, és szépen lassan elkezdjük zubogtatni, elkezdjük forni. Ez az utolsó lépés, amit el kell készítenünk, amíg a piskóta sül. Mint ahogy láthattuk, közben én már kivettem a piskótáimat, hisz elkészült. Erre szokták azt mondani, hogy nem szép, de a miénk. Tehát ez nagyon fontos, tehát nem mindig a szépségre kell menni, viszont puha és nagyon könnyű lett a piskótánk, nem esik szét, nem hullik. Ezt még föl fogom darabolni, és majd úgy kezdem el összerétegezni. Lassan a lekvárunk is el fog készülni, gyönyörűen felzubogott. Ennek tényleg nem kell sűrűnek lennie, ez csak egy lé, amivel meglocsoljuk a piskótánkat. Most jön ez a pillanat, amire már nagyon vártunk, a habot, egybevegyítjük a pudingunkkal. Most már talán hűlt annyit. És most összekeverjük egy ilyen kis finom kis fakanállal. De jegyjük meg, hogyha lágyabb lesz az állaga a kereténél, hisz a piskótáknak az a lényeg, hogy ezt fölvegye. Tehát kvázi maga a pudingunkat is egy picit lazítjuk vele. De tényleg nagyon-nagyon-nagyon finom. Összekevertük, most jön a piskótánknak az elosztása. Megfogjuk. Én most tényleg egy ilyen nagyon otthoni méretbe fogom elkészíteni, egy ilyen kis 2-3 személyes adag lesz. Középen ketté vágjuk. Belemérjük, hogy mennyire fogunk beleférni. Én a széleit még leveszem. Az egészet itt is körbevágjuk. Így. És akkor most elkezdünk rétegezni. Alulra lekerül egy csokoládés. Nagyon fontos, hogy ezt meglocsoljuk most ezzel a kis kivonatunkkal, amit készítettünk. Utána jön ebből a tejszínes pudingból rá egy réteg. Most jön a dió. Ha ez megvan, jön egy sima piskóta. És jól megnyomkodjuk, hogy oldalt, jól kijöjjön belőle ez a kis réteg. És kezdhetjük előre az egészet. Összerétegeztük ezt a kis somlóit, és most jön a kakaó a végére. Én mindig kakaót szoktam használni, egy pici kis szitával, és az egészet szépen lekakaózom. Lehetne még itt a tetejére rakni krémet,
De akkor beleolvad benne nagyon a kakaó is. És én azt gondolom, én így szeretem elkészíteni. Kicsit megütögetjük. És most nincs más hátra, mint hogy betegyük a hűtőbe. 2-3 órát hagyjuk oda bent, hogy szépen lehűljön, és utána lehet tálalni. Lehet fagyiskanállal, vagy az egészet csak össze kell csapkodni egy villával és késsel, tehát bárhogy elkészíthetjük. Eltelt ez a kis idő, az 1-1,5 óra, és kidermett a mi somlói galuskánk. Nyilván én raktam hozzá 1-2 dekorelemet, de ebben benneteket is be foglak vezetni most, hogy mivel lehet otthon még jobban dekorálni. Én amit tettem hozzá, egy Oreo kex, és egy Oreo morzsa. Ezt otthon össze lehet törni, mint a diót össze lehet turmixolni, ez pedig egy ilyen karamell ropogós, ennek már kicsit bonyolultabb a receptje, de ezt már, hogyha valaki élelmes volt, akkor egy régebbi Győr Plusz magazin számba elolvashattam, mert ugye leírtam ezt a receptet, úgyhogy keressétek vissza és megtaláljátok. A habba pedig én mindig teszek egy csipetnyi mascarpone-t és porcukrot, és egy ilyen mascarpone és tejszín habbal tálaltam. A csokoládé is mellé került, abban még gyorsan egy gondolatot mondok, az pedig, hogy hogy készítjük el, ezt nem készítettem el most, mert nagyon egyszerű. 6 deci vízhez teszünk 0,7 kg cukrot és egy nagy kanál kakaóport. Ezt összeforraljuk, kikeverjük, hagyjuk kihűlni, és kész a csoki öntetünk. Úgyhogy fogadjátok szeretettel az én somlóimat, jó étvágyat kívánok!